A kolitis ulceróza esete nem tótmarival, hanem a süngombával, vagy oroszlás gombával. Ez a betegség egy autoimmun betegség, és a vastagbél nyálkahártyájának a gyulladását jelenti. Annyiban különbözik a Crohn betegségtől, hogy a kron az különböző nem összefüggő szigeteken jelentkezik a nyálkahártyán, és egész mélyre is le tud hatolni ez a gyulladás. A kolitis ulceróza az mindig összefüggő területeket érint, és csak felületes. De ugyanúgy hasonlóak a tünetek, puffadás, hasfájás, nagyon sokszor kell menni wc és az egyik illető meglátta az egyik videómat, ezzel kapcsolatban felvette velem a kapcsolatot, én javasoltam neki a süngombát, és a napokban írt vissza, hogy nem akarta elkiabálni, de már az első hat szem bevétele után jelentkezett az, hogy megszűnt a hasmenés, megszűnt a puffadás, megszűnt a hasfájás, Ekkor a hatalmas betűkkel írt, hogy köszönjük. Ez egy nagyon jó dolog. Azért is mondom el videón, hogy ő nem állt ki így a nyilvánosság elé. Erről is van már van videón. Én viszont nagyon szívesen elviszem a hírét annak, hogy ez is egy nagyon kellemetlen betegség, amire igazán gyógymódot nem tud az akadémikus gyógyítás. Ez a pici kis gyógygomba pedig ilyen gyorsan eredményt tudott hozni nyilván, nem mindenki egyforma, az, hogy őnál a ilyen gyorsan hatott, az egy valóságos csoda, mert azt gondolom, hogy ez a betegség azért nem egy olyan dolog, mindegy egy nádha, hogy de kifekszed aztán, kiízzed, az aztán meg is gyógyultál, azért ennél durvább, és az, hogy ennyire néhány szem tudod segíteni, az fantasztikus. Lehet, hogy nálad nem ilyen gyorsan fog eredmény jönni, de én biztos vagyok abban, hogy a süngomba az jól működik.